Készül a kovászos uborka. Éjjel van, most készítem a kovászos uborkát. 10 üveggel. Ez az egyik éjszakai feladatom, nem csak aludni, a hókusz felébresztett, a cicám felébresztett. Itt meg készül a bableves. Készül a bableves. Ebbe a két flakonba van a lé, sonkalé. A sonkalé, ha kiolvad, a bab megdagad, fölázik, akkor holnap reggel el lesz készítve a bableves. Rakok bele majd kolbászt, szalonnát, és ez lesz majd a jókai bableves. A jókai bableves egyébként onnan kapta nevét, hogy jókai, ha betért bármely étterembe, úgy kért a bableves, hogy abban legyen kolbász. És onnan nevezték el a jókai bablevest, hogy jókai imádta az író, imádta a bablevest. Legyen benne kolbász, lehet benne még szalonna, szalonnadarab, de lehet még hát különféle füstölt, hentes hálót berakni. Nagyon fontos a lé. Kocsonya, a lé az nem más, mint sonkát, hogyha megfőzzük tavasszal, olyan locsoló, ugye tojást kell csinálni, mert sonkát, akkor a kocsonya lével együtt lesz megfőve a bab. És finom, jókai bableves készül.